Egy jászapáti lakos tett bejelentést a helyi rendőrőrsre, mert valaki eltulajdonította az autóbuszállomásnál lévő elégpár tárolóból a lezárt két kerekűjét. A rendőrök azonnal lefoglalták a rendelkezésre álló kamerafelvételeket. Az egyenruhások a bűncselekmény helyszínén másnap is folytatták az adatgyűjtést és tanú amikor tetten értek egy jászapáti lakost, aki épp egy kerékpár biztonsági láncának levágásával foglalatoskodott. Időközben a kamerafelvételeket is kiértékelték, amiből a nyomozók megállapították, hogy a felvételen szereplő és a tetten ért tolvaj ugyanaz. Az 58 éves férfit előállították a Jászapáti rendőrösre, ahol két rendbeli lopásvédség miatt gyanúsítottként kihallgatták. A kutatás alkalmával a korábban eltulajdonított két kerekűt is megtalálták a rendőrök, amit visszaadtak a tulajdonosnak.